Sziasztok, Vicuska vagyok. Egy téli képet szeretnék nektek készíteni, amit már egyszer korellel elkészítettem, most pedig fotofiltrével fogom elkészíteni, és még úgy néztem, mint a fotofiltrével szebben is nézett volna ki, tehát a korellos az zöld volt, a fotofiltrés pedig kék lesz. Fogadjátok szeretettel! Veszünk egy lapot, de a szokásostól eltérően most 900x600-as lesz a lap, mivel így jön ki a kör alakú maszkunk, leokézzük. Megyünk a számítógépünkre, veszük a bödönt és kijelölünk egy mintát. Mégpedig az asztalon vannak nekem hátterek, és ezeken belül is egy karácsonyit, mégpedig lent. Azonnal meg lesz, reméljük a legjobbakat, itt van ez a kis kékecske, nagyon szép és nagyon jó, ezt beöntjük, utána pedig réteg új üres, amikor a réteg új üresek, felvettük, ezt befestjük egy sötétebbel, de ahhoz, hogy ezt be tudjuk festeni egy sötétebbel, ahhoz a pipettával ki kell jelölnünk innen ezt a kéket. És megyek a kék színskálájára, fogom és befestem mondjuk ezzel a kékkel. Leokézom, és most már jöhetek a bödönnel, itt van, felső rétegen állunk, befestjük. Tessék, nem sikerült, mert nem vettem ki a pipát. Azaz, ha nem veszem ki a pipát, akkor a minta van, ha kiveszem, akkor pedig a szín. Tehát most már a színban. Leteszem a bödönt, mert ezzel is mindig problémám szokott lenni. Megyek a szűrőkre, a fotomaszkra. A fotomaszkon belül nem ezt szeretném, hanem majd ezt is, de van az asztalomon egy szép maszk, amit már előre elkészítettem, ez. Ez a maszkocskám, ami nekem nagyon tetszik, és leokézom. És egyesítem a rétegeket, réteg egyesít az előző réteggel. Utána megyek tovább, réteg megkettőz. Mikor megkettőztem a réteget, akkor a felső réteget lekicsinyítem szabad átalakítással 50%-ra. 50. Amikor ezt lekicsinyítettem 50%-ra, akkor fogom, és réteg megkettőz megint. Ugye nekem ez a megkettőzés a hobbim, de gyönyörű dolgok alakulnak ki belőle. Egymás alá bigyeztem így. Próbáljátok úgy, hogy jó legyen, tehát mindenhol szép, egyenletes. És hogyha ide kattintasz, látod, hogy jól raktad-e össze. Tehát ez így már jól van összerakva szerintem. Felső rétegen állunk, egyesít az előző réteggel. És ugye megkaptuk ezt, most nem akarom itt elmozdítani. Ez az alsó már nem kell végeredményben, csak azért kellett, hogy ezt az effektet el tudjuk készíteni. Réteg megkettőz. Amikor megkettőztük, egy vízszintes tükrözéssel megfordítjuk, és ide tesszük. Szépen próbáljuk ide rakni, megnézzük, hogy sikerült-e, úgy, hogy ide kattintasz a nyilacskára. Hát, itt a felső részre még egy kicsit váratott magára. Jó, megyünk a nyilacskára, talán így már jó is lesz, és amikor azt látjuk, hogy jól összeraktuk, akkor egyesítjük a rétegeket. Egyesít az előző réteggel. Most megint egyesítjük az előző réteggel, most már csak egy rétegünk van. Kaptunk egy szép kis karácsonyi effektet, nagyon tetszik. A következő dolgunk az lesz, veszünk egy új réteget, üres. És befestjük ezzel a kékkel, amit itt az előbb kijelöltünk. Bödön. Befestjük, igen. Most megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra, és nem ezt a maszkot használjuk, hanem az asztalunkon van nekünk ez a kis maszkocskánk. Na most a másik részét használjuk, oké. Tehát azért kellett nagyobbat vennünk képben, mert akkor ez nem lett volna gömbölyű. És így aktuális, tehát így gömbölyű
Ezt én azért tudom mondani, mert már előre kipróbáltam, és a 800-600-assal nem lett jó. Na most a következő dolgom az, hogy kijelöljem a pipettával, és akkor vagy azt csinálom, hogy kijelölés összehúzás, mondjuk egy 10-es szélesség, de itt az a baj állt elő, hogy nem egyenletes itt. Nem egyenletes, és akkor én mégis úgy csináltam, hogy visszamegyek, nem ezt a módszert választom, tehát ezt azért mutattam meg nektek, hogy két módszer lehetséges, mert nem ezt a módszert választom, visszamegyek, ugye megszüntetem a kijelölést, tehát szűrök, még egyszer fotomaszk, igen, tehát nem azt a módszert választom, hanem megkettőzöm ezt a maszkot, réteg megkettőz, és amikor megkettőztem, ugyan most nem látom ezt, de próbálom befesteni, mondjuk valamilyen világosabb színe, hogy eltérjen, akár fehérre is, mindegy. Próbálom, nézzétek? Tehát bődön befestem, nézzétek, fehér. Na most, utána lekicsinyítem, tehát felső rétegen állunk, lekicsinyítem, szabad átalakítás, hogyha ott itt nem megy, akkor a rétegen alakítunk, mondjuk 90%, és megnézzük, hogy mit is tettünk. Beállítjuk ezt a maszkocskát úgy, hogy szép legyen, tehát úgy állítjuk be, hogy nekünk is tessen. Hát, ezt úgy tudjuk beállítani, rendesen, hogy próbálunk figyelni, hogy minden oldalon jó legyen ez a távolság. Vagy még egy módszerrel tudjuk, csak én azt nem szeretném, ezt lemásoljuk, és akkor újba bemásoljuk a kékre, és a közepébe megy biztosan. Hát megcsinálhatjuk azt is, tehát szabad másolás, várjunk, egy pillanat, szerkesztés, másolás. Na most ezt kidobom addig, és lássatok csodát, szerkesztés, beillesztés. Na látjátok, pont a közepére ment, és nem kell vele szórakozni, hogy most középre ment, vagy hova ment. Tehát többféleképpen is be lehet illeszteni. Most a következőt teszed. Veszed a varázspálcádat, kijelölöd a fehéret, nyomsz egy delete gombot a képernyődön. Hát. Kitörölte nekem a fehéret, de viszont a másikat pedig nem. Na már jó lett. Jó, tehát hogyha kitörölte nekem a fehéret, akkor a másikat is ugyanúgy kell. Tehát rámész a másik rétegre, a másikon is nyomsz egy delete gombot, most már jó lett. Tehát nincsen semmi baj. Tehát így, hogyha kettő kört készítesz, akkor mind a kettőnél nyomni kell egy delete gombot. Igen, már készen is vagyunk, mert megijedtem, hogy nem fog sikerülni. Nyugodtan levehetem a kijelölést, mert egy külön réteget kaptunk itt. Hát ezt leképezzük, szűrők, leképezés, 3D-s kontúr, és én a fehéret választom, mivel hát egy téli valamiről van szó, és nem, ugye, nem a 13-as, hanem megyek lefele. Ez nagyon nehezen működik itt nekem, sem nem a 8-as, tehát még egy kicsit lefele megyek. Már a 4-es talán jó lesz, tehát oké. Okay. És a következő, még egyszer, leképezés, 3D-s kontúr, és a következő pedig a jobb alsó. Oké. Okay. És így már jó lesz. Igen, levettük. Hát, reméljük, hogy jó lett. Még egy dolgot csinálunk, hogy szűrők, domborítás, mérsékel, domborítás, még egyszer, szűrők, domborítás, domborítás. Tehát többször is bedomboríthatjuk, és kapunk egy szép dolgot. Most ezt lekicsinyítjük. Szabad átalakítás.
mondjuk úgy, hogy tudjunk vele dolgozni, meglátjuk, hogy mekkorára, így, és akkor ide húzzuk középre. Ezeket kitörölgethetjük, amit fölösleges, réteg megkettőz, amikor megkettőztem, ugye meg van kettőzve, ide húzom. Próbálom ugye lehezni, rákatintok ide, akkor ugye ennek fent kellene. Rákatintok erre, akkor úgy nagyjából egy szögbe kell lenni, vagyis egyenesen kell lenni. Mindegyiknek érintenie kell itt a kijelölést, tehát így jó. Na most egyesítjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel, mert ezt még hagyjuk, tehát most még csak a körrel dolgozunk. A következőt teszed, megszünteted a kijelölést, fogod a radírt, kiradírozod, egy kicsit mondjuk nagyobbat veszel, a közepére teszed a nyomást, kiradírozod itt a közepét. Úgy, vigyázva, itt azért vigyázva. Tehát a középsőt kell kiradíroznod, vigyázva a többire. És amikor ezzel készen vagy, akkor megkettőzöd, réteg megkettőz. Amikor megkettőzted, az egyiket megfordítod, és látod, itt van, tehát itt az egyik, itt a másik. Na most ezt úgy összepasszintod, próbálod összepasszintani, hogy ezt középre teszed, és ezt is középre teszed. Tehát itt próbálod itt beállítani, ennek a közepénél be tudod állítani, itt a közepénél. Na most utána nem kell más tenned, összevonod megint az rétegeket, vagyis csak a kör rétegét egyesít az előző réteggel, mész a radírra, és a közepét megint kitörlöd. A közepét, csak a közepét. Próbálod itt azért úgy kitörölni, hogy ne menjen ki az egész. Próbálod, és akkor így szépen simán kitöröltük. És kaptunk egy ilyen, nem is tudom mit. Tehát most már kaptunk egy ilyen virág alakú valamit, de nagyon szép. Na most ennek adhatunk, letesszük a radírt, ennek adhatunk esetleg árnyékot, megnézzük, hogy is néz ki. Hát a sötéttel, hát igen, elég jól néz ki, de nekünk a sötétkék kellene, ugyanis sötétkék, de az most nincs itt. Tehát fogjuk, még egyszer kijelöljük magunknak a sötétkéket. Igen, itt is kijelöljük a sötétkéket, és akkor most réteg, ugye, mert az árnyék, ezt szeretnénk a sötétkéket, akkor réteg, beállítások, árnyék, és akkor húzunk rajta itt egyet, akkor itt van nekünk, amit kijelöltünk, és akkor már jó is lesz. Hetes árnyékunk. A következő dolgunk az lesz, hogy nem hoztuk be a tájképünket, méghozzá, hát most majd behozom. Nagyon szeretem ezt a tájképet, de valószínűleg, hogy nem hoztam be. És nem is tudom, hogy hol van. Kellékek? Kellékek között? Megnézzük. Igen, itt van a kellékek között. Megnyitás. Szerkesztés, másolás, és akkor fogjuk itt az alsóra kattintunk, mert oda fogjuk berakni, szerkesztés, beillesztés. Ez nekem egy nagyon-nagyon kedves kis kellékem, többször is használom, biztos látjátok, a feléc is az. Most próbálom radírral kiradírozni innen. Nem kell félni, mert hogyha belementek ide ebbe a kellékbe, akkor nem fog kitörlődni. Mert ugye csak a tájképet töröljük, a kelléknek semmi köze sincs hozzá, csak most egy kicsit belementem. Amikor belemegyek, akkor nyugodtan tegyél be pipát, és újból tedd meg ezt.
Tehát nyugodtan, nyugodtan megcsinálhatod most is, hogyha esetleg úgy akarod, hogy egy kicsit ne legyen halvány, úgy akarod, akkor belemész, és ugye megcsinálod magadnak. Hát igen, itt egy picit nem lett jó, tehát egy picikét itt nem a legsikeresebb lett az alja. Hát megfogom, és próbálom egy picit, tehát megnagyobbítani szabad átalakítással. Próbálom. Csak az a baj, hogy ilyenkor még radírozni kell. Tehát kiveszed a pipát, és akkor ilyenkor még radírozni kell rajta. Mikor így. Jó. Na jól van, most már azt hiszem jó is lesz. Megnézzük, hogy körülbelül a közepén van-e. A távolságokat leellenőrizzük, és nagyon szép képet kaptunk. Nem kell más tennünk, mint összevonjuk a rétegeket most már. Egyesít minden rétege. Szerintem már nem lesz szükség semmi olyan dologra. A következő dolgunk az lesz, készítünk neki keretet, kép, külső keret. Na de, hogy is van ez? Mivel PNG-t festettünk be, tehát kép, színkezelés, RGB szín. Mert PNG-s a képünk. És most már jó lesz, kép, külső keret, és egy 60-as szélességet, libazöldet adunk neki. Megyünk a varázspálcánkra, kijelöljük, és megyünk a bödönkénkre. Megnézzük, hogy milyen minta van benne. Ha a mintáskánk, akkor nagyon jó, szuper. Most a következőt kell tenned, amíg ki van jelölve, addig szűrők leképezés, 3D-s kontúr, és ezzel a kékkel fogod a 3D-s kontúrt megcsinálni, vagy így lehúzod és megnézed, milyen kék van alatta, de most ide nem elég a 4-es, hanem mondjuk a 14-es kellene. Igen, oké. És a következőbe szűrők leképezés, 3D-s kontúr. Nagyon nehezen jön elő, bal felső. Igen, és oké. És ezzel készen vagyunk a kerettel is. Most levesszük a kijelölést. A következő dolgot teszed, behozod ezt a kis bízt. És itt kijelölöd a fehéret, oké. Utána a szerkesztés, másolás, szerkesztés, különleges beillesztés, maszként, de ez túl nagyocska nekünk, ezért lekicsinyítjük. Szabad átalakítás. Tehát, hogyha itt nem sikerül a kicsinyítés, akkor ide mész a rétegre. Hát pontosan megfigyeled, hogy kb. Így mekkora legyen, körülbelül így jó lesz. Nem is tudom, hogy az előző képünkön hogy volt, ez azt hiszem így volt, de nem így volt. Így volt azt hiszem az előző képünkön. Na most próbálok neki adni egy sötétkék árnyékot, sötétkéket szintén, réteg, nem így marad, beállítások, árnyék, és akkor fogod, és itt alul, de már itt nincs itt sajnos a sötétkékünk. Sajnos nincs itt, tehát megint ki kell, hogy jelöljük a sötétkékünket. Igen. Oké, és réteg, beállítások, árnyék, és most fogod kijelölni. Hát szerintem majdnem ugyanaz. Na most ezt azért, hogy olyan szép legyen, mint ahogy a képünkön is van, azért fogod megkettőzöd, réteg megkettőzés, amikor megkettőzted, kapsz egy ilyen nagyon szép dolgot, összevonod a rétegeket, egyesít az előző réteget, tehát a két virágot, ezt az alsóval, egyesít az előző réteggel, és látod, kaptál egy ilyen szép dolgot, de
Mivel ezt meg is lehet kettőzni, még egy picit lekicsinyítem, szabad átalakítás. Addig kicsinyítem, így talán jó lesz. Most már megnézzük, hogy hogy néz ki, mert ezt meg szeretném most kettőzni. Igen, réteg, megkettőz, még így is nagyon szép, látjátok, lehet, hogy még így is szép lenne, akkor hagyom. Tehát, vagy ne, nem tudom. Szerintem nagyon jó volt úgy, ahogy volt, tehát még egyszer összevonom a rétegeket, tehát kétszer megkettőzöd, és akkor úgy réteg megkettőz, és akkor utána mész lefele, egy függőleges tükrözéssel megfordítod, és ide behelyezed valahova, vagy ide rá a keretre, akárhova is, csak hogy látszódjon. Tehát látszódjon az egész dolog nekünk. Lehet, hogy még egy picit le kell kicsinyíteni, de akkor sajnos ez nem a legjobb eset volt, mert egybe is le lehetett volna, tehát 90-ig. Esetleg fogom, kidobom, és akkor fogom réteg megkettőz, és akkor nem kell itt szórakozni vele, és akkor függőleges tükrözéssel megfordítod, ennyi. Én így szoktam, így kidobom, és ennyi. Na, és akkor fogod, elhelyezed oda, ahova az előzőt mondjuk, itt azért így összeérjenek, és kaptál egy nagyon szép dolgot, egyesítés az előző réteggel, tehát a két virágot összevontad, ennek még lehet egy kis réteget adni, meglátjuk, árnyék, de sajnos már van neki, és nem kell más tenned most, mint behelyezni a hölgyeményt. A hölgyeményt behozzuk. Ezt is nagyon szeretem, ezt a hölgyet, nagyon sokszor használom. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Egy kicsit megnagyítjuk, szabad átalakítással. Hát nem tudom, hogy mekkora lesz, majd meglátjuk. Így jó is lesz nekünk, azt hiszem, de nem biztos, még egy picit lekicsinyítjük, mivel kilóg a feje. Nem szeretnénk, hogy a feje kilógjon, de viszont azt szeretnénk, hogy a kereten rajta álljon. Tehát a téli kép is látszódjon. Réteg, beállítások, adunk egy kis árnyékot neki. Megnézzük a sötétkék árnyékot. Teljesen kivisszük a szélére. Oké. És réteg egyesít minden réteggel. Tehát készen van a képünk. Nem kell más tenni, mint ráírni, hogy Vicuska tutoriál. Én most így írom rá. Ti úgy írjátok, ahogy szeretnétek. Vicuska tutoriál, és itt a hatásoknál árnyékbe van jelölve körvonal, egy sötét kék szín, mínusz 3 és 4, és oké. És valahova elhelyezed. Vagy ide alulra, vagy valahova nagyon szép lett. És réteg, egyesít minden réteget. És el is készültünk a képünkkel. Nagyon szép lett szerintem, remélem meg tudjátok csinálni. Nem kell más tenni, mint elmenteni, mentés másként. Az asztalra szoktam menteni, és jépegben. Tehát megkeresitek itt alul a jépeget. És mentés. Remélem el tudjátok készíteni. Nagyon szép kis képet kaptunk, tehát ez a Corelnak a fotofiltrés változata, de szerintem még fotofiltrével sokkal, de sokkal szebb lett. További szép napot kívánok nektek, és a munkához pedig jó munkát! Sziasztok!